Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegánséf YouTube csatornán. Hamarosan itt vannak az ünnepek, és egy kötelező résztvevője a savanyú káposzta. Készítettem már töltött káposztát, székely káposztát, most pedig egy rakott káposztát fogok készíteni, erdélyi stílusban, zománcos tepsiben sütve. Gyertek, tartsatok velem most is! Kezdjünk is bele a főzésben, hiszen ez egy viszonylag komplex recept, ugyanis megfőzöm előre a savanyú káposztát ebben a lábosban némi fűszerrel, és azért az akár egy órát is igénybe vehet. A savanyú káposzta már a káposzta is kötelező eleme, ugye idényszerű, télre való tekintettel kötelező eleme ennek az időszaknak, úgyhogy nem utolsó sorban nagyon egészséges is, nyersen, salátaként fogyasztva is, de most ugye megfőzzük előre. Ehhez fölteszem ezt a lábost már melegedni. Láttok itt még az asztalon, közben elmesélem gyorsan, egy kis barnarizst, kerekszemű bio barnarizs előfőzve. Mellékelek ide a képernyőre egy linket, ami alapján el tudjátok készíteni, ugyanis van már róla egy videóm. Hoztam még két darab füstölt tofut, ezt majd szépen morzsolva lepirítjuk, és egy kis főt, ilyen szója, cafatokat fogok még hozzáadni, némi fűszer, hagyma, ilyesmi. Ezt most paprikamentesen fogom készíteni, fűszer paprikamentesen, tehát egy világos stílusú, típusú káposzta lesz. Ettől is lesz majd úgymond erdélyi stílusú, és majd szójajoghurttal beöntjük a tetejét, és már mehet is a sütőbe. Na kezdjünk bele a főzésbe, ne dumáljak annyit, mehet egy kis napraforgóolaj, már forrósítom itt a lábost. Ugye most megfőzik a káposztát, ez egy bio savanyú káposzta, amit sikerült megszereznem, és látjátok a színét, hogyha a kamera közel jön, akkor mutatjuk, hogy szép sárga, érett, telt ízei vannak, erős savai. Ki is lehet mosni, ki hogy szereti a káposztát, ne legyen túlsós az ételünk. Azt is lehet, hogy így egybe benyomjátok a lábosba, némi savasság ki fog belőle főni. Én nem szeretném ezt most kimosni, kipróbáljuk, hogy milyen, hogyha így hagyom. Na, két hagymát vágok. Közel egy óráig főzzük, úgyhogy a hagymát nem is kell olyan apróra vágni, elég, ha fölszeletelitek, vagy fölkockázzátok, és már mehet is. Megkóstolom azért a káposztát, én is. Nagyon finom. Nincs rajta sok lé, így ahogy van, mehet bele. Van itt nekem az asztalon két darab paprikám, egy TV paprika, és egy ilyen kápia paprika. Mind a kettőt belekockázom, szépen följön ide a káposzta közé. Nézzétek, elkezdődött a pirulás, hagyma és a paprika, nagyon szép, mehetnek bele fűszerek, néhány friss babérlevelet szakítok, és mehet is bele. Egy 3-4 gereszt fokhagymával szépen megfűszerezzük. Nagyon jó, egy keverés, és mehet is rá a káposzta. Először csak ezt az 1 kilót öntöm rá, így ahogy van, felöntöm némi vízzel, hogy épp hogy ellepjem, és ugye most meg kell pároljam a káposztát puhára, viszont némi fűszert még megérdemel, úgyhogy mehet rá a zöld bors, frissen őrlöm, frissen őrölt köményt szórok bele, ez is nagyon passzol. És itt ugye a só, az benne van a káposztában, úgyhogy egyáltalán nem sózom külön. Találtam itt a díszletek között még egy ilyen kis szárított erős paprikát, chili paprikát. Ezt csak így rádobom a tetejére. Ez is hat főjön bele. Lehetne még borsika füvet hozzáadni. Úgy látom elbírja még ezt a fél kilót, úgyhogy indulhat a főzés. Közben ebben a serpenyőben elkészítem a ragút, ami a rétegzéshez kell, úgyhogy elindítottam a forrósítást, és ehhez is adunk egy-két fej hagymát. A forró serpenyőbe mehet egy kis napraforgóolaj, pirulhat is a hagyma. Közben előkészítem a tofut. Ezt nem mondtam az elején, de ez egy gluténmentes recept lesz, szója nélkül is meg lehet csinálni, ha valakinek ez allergén. Közben elkezdtem itt a deszkára lemorzsolom a
tofut, amíg a hagyma pirul. Na mehet is akkor a hagymához, hadd piruljanak itt együtt. Említettem az elején ezeket a kis szója cafatokat. Ez egy egyszerű főtt szója, bárhol lehet kapni. Összevágom, összemorzsolom, bármilyen formában hozzáadhatjátok, és mehet ez is a serpenyőbe. Közben néha rá lehet nézni a káposztára is, főleg azért, hogy van-e elég lé alatta, nehogy odaégjen, odaragadjon, bár ez azért ritkán fordul elő. Na, fűszerezzük be ezt a kis ragú alapunkat. Van itt egy kis majorannám, ez is nagyon passzol az ilyen kis káposztás tofus ételekhez, frissen őrölt köménymagom, nem római kömény. Jöhet néhány gereszt fokhagyma, pici bors, hamarosan megvagyunk, de még találtam itt egy kis finomságot, füstölt só. Lekapcsoltam a ragú alatt a tűzhelyet, egy kevés zappehellyel fogom még dúsítani. Elkészült a káposztánk is, picit még meleg, optimálisabb, ha hagyjuk egy kicsit kihűlni. Egész hideg is lehet, úgy még könnyebb összerakni. Most pedig jöjjön a rétegezés, ezt a nagyobb háztartási nagy szürke tepsit választottam, ehhez pedig egy pici olajjal kilöttyintem, és ezzel a papírral jól átdörgölöm. Jó, és egy kevés zappehely liszttel megszórom, maradék mehet vissza. Na, jöhet a rétegezés, alulra mehet egy sor káposzta. Próbáljuk meg egyelőre lé nélkül, tehát azért lecsöpögtetem, amennyire lehet. Teljesen jó. A felét elegyengettem az alján, a maradék káposztát pedig leszűröm. Következő réteg a barnalizs lesz, ezt is jól eloszlatjuk. Jöhet a szójaragunk, nagyon jó, arra figyeljetek ilyen rakottaknál, hogy ne púpozódjon középen, hanem mindig a szélére először ki kell húzni, legyen meg a széle egyenletesen, és utána kialakul a megfelelő arány. És még mielőtt a maradék káposztával lefedném, találtam itt a hűtőbe egy kis speciális, házilag elrakott paradicsomragút. Ez egy hagymás paradicsom, enyhén fűszerezve, és egy picit pöttyintek ide a rétegekbe. Egyrészt elhasználom, másrészt szaftossá teszem ezt az ételt, és amúgy meg nagyon jó ízvilága van, úgyhogy passzolni fog ide, és jöhet a tetejére a káposzta. Ezt is akkor jól elegyengetem. Nagyon jó. Egyébként ez köretként is nagyon szépen funkcionál, ez a párolt káposzta, úgyhogy egy kis tört burgonyával, sült tofuval szintén föl lehet tálalni ünnepek alkalmával. És akkor fedjük be a tetejét valamivel sütés előtt. Ilyenkor szoktunk egy úgynevezett besamelt főzni rá, például a lazanyákra, a rakott kerre, akár a rétegzés közben is lehet alkalmazni. De én egy szója joghurtból fogok készíteni egy ízesebb mártást, amit itt láttok. Hát vannak már ilyen tejföl joghurt helyettesítő alternatívák, lehet kapni sok helyen. És ezt fogom beízesíteni egy-két gereszt fokhagymával, hogy ne csak így magában natúron menjen a tetejére. Jöhet akkor egy pici bors, teszünk bele egy jó teáskanál sót is, ne legyen teljesen natúr, elkeverem, és mehet is a tetejére. Természetesen tálaláskor még majd adhatunk hozzá, ebből a joghurtból, akár a natúrból, akár az ízesítettből. Készen is vagyunk, előmelegítettem a sütőt, és betolom, legalább egy 30-40 percre lesz szükségem, majd látni fogom, hogy aranybarnára sül a teteje, és akkor idejében kiveszem, picit állni hagyjuk, és jöhet is a tálalás. Elkészültünk a rakott savanyú káposztával, látjátok, milyen szép aranysárgára sült, kicsit már ilyen barázdás lett, vártam egy fél órát, úgyhogy jöhet a vágás, könnyebben vegyük ki, érdemes picit kisebbekre vágni. Nézzétek, milyen szépen megsült, tehát egy picit látszanak a rétegek, főleg itt oldalt, a szélén. Ez a legjobb része, amikor a tepsihez egy kicsit odasül, vannak ilyen finom pörzsanyagok, úgyhogy ez egy kiváltságos, aki ezt megkapja az elsőt, de jöhet rá egy kis szójajoghurt a tálaláskor, ezt már ugye említettem nektek, egy pár karika lilahagymával még fel lehet dobni,
izgalmasabb lesz az étel, ropogtassátok hozzá, és egy kis petrezselyemmel vagy kaporral lehet még díszíteni. Íme így néz ki ez az isteni rakott káposzta, készítsétek el mindenképp, ha nem az ünnepek alatt, akkor egész évben ajánlom. És ugye gluténmentes barna rizssel készült, de szóját tartalmaz, de szerintem nagyon sok mindenkinek kielégíti az igényét, úgyhogy mindenképp javaslom, hogy a családnak készítsétek el, akár az ünnepekre, vagy hétköznapra is. Remélem tetszett a videó, találkozunk a jövő héten is, sziasztok!